Szép, haragos Tisza. Ki hitte volna felőle, hogy így rakoncátlan. A jó szegedi nép azt tartja róla, hogy aki egyszer ivott a vizéből, visszatér az hozzá a világ végéről. Mélafüzeseit a költők éneklik, egyes részleteit festők örökítik, homokos fövényét a népregék tündéreinek picike lábai tapossák. S most, mint bosszú álló elem, koldussá tette a jó magyar népet, mely őt úgy szereti. 1879. március 12-ének viharos éjszakáján a Tisza addigi legmagasabb árhullámától ostromolt Szeged alul maradt a dühöngő elemekkel, a vízzel és az azt felkorbácsoló széllel folytatott küzdelmében. Hajnali 1:30-kor a Rókusi állomás utolsó váltójától 150 méternyire, mintegy 100 méter szélességben átszakadt az Alföld-Fiumei vasutat védő töltés. Az árvíz akadálytalanul ömlött a városra. Több mint 150-en vesztek hullámsírba. Szeged csaknem 6000 házából 265 maradt fönn a fél esztendeig tartó vízborítás után. A nagy víz nem ok és előzmény nélkül tört a városra. Szeged határának régtől fogva esküdt ellensége volt minden virágfakasztó tavaszon az árvíz. A váltakozó kimenetelő küzdelemben a város egyre többet vett el a víztől, majd 1879 tavaszán mindent elveszített, de csak azért, hogy pusztulásából erőt merítve végleg legyőzze a vizet. Az 1879-ben Szegeden hírlapíróként dolgozó, akkor még csak 32 éves Mikszáth Kálmán az árvíz legismertebb krónikása. Mikszáth a katasztrófa után kiadott riportfüzetében az előzményeket is keresi, és 1846-ig a Tisza szabályozás kezdetéig megy vissza az időben. Paleokapa megvizsgálta a szabályozási terveket és műveleteket, és kimondá, hogy a Tisza szabályozás eddig elfogadott rendszere előbb-utóbb Szegedet öli meg. E szomorú jóslat lebegett Szeged fölött már 33 esztendeje. 30 év alatt hatalmas töltések készültek a Tisza mellett, melynek 240 mérföldnyi csavargó medre az átmetszések által egyharmad résszel megrövidült. A felső és közép-Tisza szabályozva lévén az ár ellenállhatatlanul mehet Szeged felé, miután az alsó Tiszával még 4 kanyarulatokkal kell küzdenie. Minél magasabbak lettek a töltések, annál magasabb lett a Tisza ára. Kezdetben még problémák voltak, amíg a teljes mű nem lett készen. Tehát ki nem fejlődtek az átvágások, másrészt a töltések mérete alacsonyabb volt a kívánatosnál, hiszen gondoljunk arra, hogy a földmunka az drága volt és lassú volt. Abban az időszakban sajnos voltak katasztrófák, de maga Vásárhely is számított arra, amikor ő a fő műszaki leírásában azt írta le, hogy felsőbb utasítása nem kellett azzal törődnünk, hogy az árvíz katasztrófák azonnal megszüntessenek. Az a víz, ami addig kiterült a magyar alföldre, annak a két töltés között kellett elfolynia. Márpedig az a többletvíz csak úgy tudott elfolyni, ha a töltések között magasabbra emelkedtek az árhullámok. Szeged esetében 3-3,5 métert jelentett, hiszen a 1879-ben 8 méter volt a vízállás, de az előtt a 7 métert sem érte el, és ugye 9 méter 61 centivel tetőzött 1970-ben, tehát a 7 méterhöz vagy a 6 méter 50-höz képest bizonyos 3-3,5 métert is jelenthetett. A város 70 ezer lakossal az 1870-es években Magyarország második legnépesebb települése.
de ahogy Mikszát írja, emeletes házak tekintetében 71. az országban. A víz előtti Szegedet végül is a középkori arculatából lehet levezetni, hiszen a középkor alkonyán Szeged a legnépesebb magyar városok közé tartozott, és most ez a hely, ahol állunk, erre nagyon nagy tanulságtétel, hiszen a ferencesek 500 éves temploma és kolostora az már a középkorban megvolt, sőt ezen túl egészen a Nagyárvízig megőrizte Szeged a középkori tér utca szerkezetét. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a Nagyárvíz pillanatában még a városnak középkori alapon nyugvó végül is beépítése volt. A mind magasabb tiszai árvízszintek hatására a Városi Tanács 1874-ben előterjesztést nyújtott be a közgyűléshez a körtöltés megépítéséről. A város egyik tekintélyes polgára a Megvédem én Szeged utolsó csirkéjét is, de nem a körtöltéssel felkiáltással ellenezte a tervet. Hosszú és visszavisszatérő viták után az ügyet 1878. február 17-én, alig több mint egy évvel a végzetes árvíz előtt, tekintettel a vég nélkül nyomasztó pénzügyi helyzetre, levették napirendről. Szeged városa az árvizekkel folytatott évtizedes küzdelmében amúgy is egyre jobban eladósodott. Birtokait 1.200.000 forint jelzálog terhelte. Ilyen körülmények közepette érkezett az utolsó figyelmeztetés, a Tisza és a Maros árvize 1876-ban, illetve 77-ben. 1878-ban már a tél elején egy elég erős árvíz indult, mégpedig jeges árvíz, torlódást is okozott, az magas vízállások fönnmaradtak, és erre következett azután a szokásosnak mondható tavaszi árvíz. Igen, de ez a tavaszi árvíz az egész vízgyűjtőt érintette. Nem csak a Tiszát, hanem a Marost, a mellékfolyót is. És a Maros árvíze olyan volt, hogy több mint egy harmadát jelentette az Egyesült Folyók árvízének. Ami annyit jelentett Szegednél, hogy nem csak a Marostorok alatti Tiszát érintette ez, hanem a Marostorok fölé visszaduzzasztott az árvíz, sőt a Maros árvíznek következménye hamarabb ideért, mint a tiszai árvíznek a rendes árhulláma. Az 1859 óta megjelenő szegedi híradó évek óta számot ad a városnak a kormánnyal, a Percsora-Szegedi Tisza szabályozó társulattal és a két vasúttársasággal a védekezés ügyében folytatott küzdelméről. Az újság március 2. számában megjelenik egy vélemény, egy néhány nap múlva beteljesedő jóslat. A vész itt dörömböl a kapukon és védelemre szólít bennünket. Nem is féltjük mi városunkat az árvíz front támadásától, bármi nagy hatalommal is ostromol bennünket. Annál több okunk van tartani a hátulról való támadástól, Percsora felől. A védelem Achilles sarka most is itt van, mint volt 3 év előtt, midőn ez annyi rettegést okozott. Komoly veszödelemben két dolog előidézheti a katasztrófát, a közönösség vagy a gyáva kétségbeesés. Az utóbbitól nem tartunk. Szeged közönsége sokkal edzettebb már a vízveszéllyel szemben, hogy sem megijedhetne, de igenis félünk amattól, félünk attól, hogy kicsinyli a bajt. A város kasszájában ekkor mindössze 6360 forint lapul. A magisztrátus kénytelen elővenni az új gimnázium építésére szánt 46.000 forintot. A halászok, majd a torna és csónakázó egyletek tagjai a város különböző pontjain csónakokat és pontonokat helyeznek el. Március 4-én az árvízvédekezéshez kirendelt katonai erők élén Temesvárról Szegedre érkezik Pulcz Lajos altábornagy. Ugyanezen a napon a fenyegetővé váló áradás hatására, nem törődve a hiányzó miniszteri engedéllyel, Boros Frigyes javaslatára megkezdik az alföldi vasút töltésének magasítását. 4 kilométer hosszúságban, 1 méter szélességben és 3 láb magasságban olyan nyulgát építésébe fognak, amely egyelőre nem akadályozza a vasúti közlekedést. A szegedi vízmércén március 5-én reggel 7 órakor a hivatalos leolvasás szerint 806 cm a vízállás. Olyan magasságú, amit még soha nem ért el a Tisza a városban. Március 5-én délben az Új-Szegedre közlekedő tiszai hajóhíd
kivált az előrelátó Pillich Kálmán korábbi sürgetésére, nagy nehezen beköttetett, és ezzel erős lélegzetet vett mindenki, mert most már veszély esetére volt egy út, amerre menekülni lehet a népnek. Hiába fordul ezen a napon Szeged a képviselőházhoz segélykérő felirattal, amelyben katonai erőket és a város körüli másodrendű töltések megerősítését kéri. Az ügy tárgyalásával a sürgősség kimondása mellett addig várnak, amíg Szeged hullámsírba nem veszik. A vész kezdete március 5-e este 7 óra. A mai Dóc határában a Petresi dűlőnél szakad át a töltés. Váradi Ignác társulati mérnök esti szemle útján itt még mindent rendben talál. Alig távolodik el 2 kilométerre, amikor meghallja az őrálló katona vészlövését. Visszafordulva azt tapasztalja, hogy a töltés mintegy 20-szörnyi hosszúságban eltűnt, és a Tisza iszonyú erővel és robajjal ömlik a Percsorai rétre. Szegeden erről akkor még mit sem tudnak. Este 10 óra tájban futva érkezik a Vízvédelmi Bizottság üléstermébe egy hírnök, és nem gondolva a lehetséges okokra örömmel jelenti, hogy apad a víz. Az apadás tényét 1 óra múlva megerősítik. Tasler főkapitány tudja, hogy ez nem jó hír, valahol elszakadt a gát, csak az a kérdés a Tisza jobb vagy bal partján. Ez sem maradt sokáig kérdés, éjfél tájban megérkezik Novák József távirata. Petesben a töltés elszakadt, részleteket még nem kaptam. Minisztériumnak sürgönyöztem. Zsákhúgó helyszínen van. A gyűjjek kívánságára Várkerti töltés védelmét elrendeltem, egész lakosság odavonul. Híre jár, hogy hármas értónál is elment a víz Vásárhely felé. Novák. Eredeti töltés egyenes volt, de átszakadt egy olyan kb. 40 méter szélességben, és kopolyát vágott ki, ahogy mi mondjuk azt, egy nagy üreget, sok méteres üreget, és ezt már nem lehetett újjáépíteni, be kellett kerülni ezt a töltéssel. És ezért van itt ez a félkör alakú ív, mert a töltést új gyomvonalon vezették. A petresi szakadás a folyóvonalában 30, légvonalban 20 kilométerre volt Szegedtől. A délfelé haladó víztömeg 6-án reggelre már feltölti a sövényházi töltéssel lezárt medencét, majd átbukik a keresztgáton. Egy nap múlva átszakad a következő medencét lezáró Macskási töltés, és agyok közelében az Alföldi vasút töltése. A víz eddig csak lakatlan területeket öntött el. Az útjába eső első település pusztulásáról Hegedűs Imre káplán ír a História Dómuszban. Minden emberi erőlködést kijátszó, minden védelmi kísérletet megsemmisítő megáradt Tisza hullámai, áttörve a védőgátakat először is Algyőt rohanták és semmisítették meg. A templomon kívül alig maradt megépület. Ezzel beteljesedett, mitől Algyő évek óta méltán tarthatott. Megkondult felette a vészharang. A falu és vele 2914 ember sorsa válik bizonytalanná 3 teljes évre. Március 7-én Tasler főkapitány kiáltványt jelentett meg a két helyi lapban, és kiragasztatja azt a falakra is. A hirdetmény nem csak a tényeket ismerteti, hanem mintegy valószínűsítve a katasztrófát, a menekülés módjait is taglalja. A lakosság értesítetik, hogy ha az innét kijelölt végső védvonalaink szerencsétlenségbe dőlnének, s a város belterületére a víz behatolna, minthogy Tápé, Dorozsma és Horgos felől veszélyes vízfolyásokkal vagyunk környezve, egyedüli menekvési hely és pont Újszeged és Torontál megye felé lehet. Ezen menekvési helyhez a legbiztosabban az államvasúti indóháztól a Vashídon át, továbbá a Fahídon át juthatni el, mely utóbbin a katonaság a rend föntartását biztosítja. Az esetre, ha a víz a belterületet elöntené, mindenki a kövezett utcákon igyekezzék a menekvési pontokhoz eljutni. Ezen az ijegység bélyegét magánhordós, gyarlón fogalmazott kiáltványnak beható következései lettek. Már maga a Szegedi Napló mindjárt megjelenésekor szükségesnek látta kommentárral ellátni, kijelentve, az nem jelenthet annyit, hogy már most meneküljünk. Nagy hiba volt, hogy a Vízvédelmi Bizottság fejének nincs egyetlen biztató szava a néphez, hanem egyszerűen a menekülésre utalja. Rögtön kezdődött a hurcolkodás, a fejvesztettség,
családapák hazafutottak övéikhez, a kereskedők bezárták boltjaikat, csüggedés szállta meg a kedélyeket, és a menekülhetési eszközök beszerzése képezte minden fő természetes gondolatát. Mások ismét, kik biztonságban vélték magukat érezni házaikban, élelmicikkek beszerzésében fáradoztak. Mint statisztikai adat legyen fölemlítve, hogy e napon 5 mázsa szalámi fogyott el Szegeden. És innen van az, hogy aznap éjféltáján csupán 37 szegedi ember dolgozott Szeged utolsó védbástyáján, az alföldi vasút töltésén, mikor a kerekedő szélben haragosan csapkodták a habok a gátat. Tápéra este 11 órakor tör az ár, és 1-1,5 öl magasságban lepi el a települést. Körülbelül 800 ember Tutajokon Újszegedre, Szőregre, Deszkre és Újszentivára menekül. Másoknak a tiszai védőgát lesz otthonuk hosszú hónapokig. 8-án a Budapestre menő hajnali futárvonat Fehértónál részben már a víz alatt álló síneken halad végig. Ez az utolsó vonat közlekedés a főváros és Szeged között. Ezen a napon Boros Frigyes utasítására Felsőváros és Tápé között átvágják a tiszai gátat, és a víz több mint 2 lábnyi eséssel folyik vissza a hullámtéren át a meder felé. A védelemben kitűnt műszakiak közül leginkább Boros érdemelte ki a város megbecsülését. A már nem fiatal és beteg ember az utolsó percig kitartott, még törött lábbal is kivitette magát csónakon és hordágyon a veszélyeztetett pontokra, hogy a szükséges intézkedéseket megtehesse. 10-én megpecsételődik Dorozsma sorsa is. A víz az ugróhídnál tör be, és 300 házat dönt romba. A dorozsmaiak elfognak egy szegedi deregét az eset helyszínén. A 11 embert azzal gyanúsítják, hogy ők engedték a vizet a településre. A népharagtól csak a szolgabíró erélyes fellépése menti meg őket. Az ár Szent Mihály telekig ér, és teljesen körül fogja Szegedet. Talán csökkenthette volna a városnak feszülő hatalmas víztömeg erejét, ha a Szegedtől délre lévő Matyéri hidat a temesvári hadtest kivezényelt alakulatai felrobbantják, és a töltést megnyitják, hogy a petresi szakadás felől táplálkozó víz utat találjon vissza a Tiszába. 9-én és 10-én végül csak 2 kisebb átvágás készül el. Szakértőink összetett kezekkel álltak, egymás ellen folytatva a vitát, ahelyett, hogy Szegedet igyekeztek volna megmenteni. Boros működését folytonosan ellensúlyozta Harry. Tápi átvágása csak félmunka lett, a Magy hídnál szándékolt robbantások Herrich úr ellenkező akaratán törtek meg. Ami megtörtént is, nem úgy hajtatott végre, mint célozva volt. A szabadulási ígéretét keltő csendes időjárással köszönt Szegedre március 11-e. Pálffy Ferenc polgármester azonban egyáltalán nem nyugodt. Átiratot intéz Lukács György kormánybiztoshoz. Az egész Szeged városának a Tisza folyó pusztító árjától való védelmezése kizárólag az alföldi vasúti pályavonal fölmagasításával létesült. A városom iránt tartozó kötelességérzületennél fogva arra kérem föl méltóságodat, miszerint méltóztassék oly számú katonai létszámnak Szegedre való rögtöni rendelését kieszközölni, mely hivatva és képesítve legyen a jelenleg helyben tartózkodó legénységnek pihenése alkalmával a védvonalakat megkívánható állapotban tartani. Lukács György azt a választ adja, hogy az ügyet majd másnap, azaz 12-én veszik be ható tanácskozás alá. 11-én este azonban hatalmas vihar kerekedik. A töltésen átcsapó hullámok először még egy sokak megmenekülését eredményező rémhírhez szolgáltatnak alapot. Ami késő este még tévedés volt, néhány óra múlva valóságá válik. Szeged későbbi polgármestere Lázár György, az árvíz idején még fiatal jogász, a tornaegylet elnöke, mint a mentésben résztvevők egyike, plasztikus képet fest a küzdelem végóráiról. A vasúti töltésen még erőt, anyagot nem kímélve folyt a küzdelem a föllázadt elemekkel, amelyek játszottak a gyönge nyúlgátakkal. Az iszonyatos parton a fölhasznált tömérdek védőanyagot valósággal elnyelték az elemek. Karók, zsákok, csak percekig maradhattak helyükön. Aztán a víz, mint a tenger benyelte őket. Este 10 óra körül a hullámok a 4 méteres cölöpöket is pehelyként dobálták a gátak mentén. És 11 órára orkánná változott a vihar, amely a legbátrabb szíveket is megremegtette. A septében fölemelt nyúlgátak olyan lazák voltak, mint a keshet posztó, amit foltozni nem lehet.
s az emberek nagy buzgalmukban iszonyatos zajjal és kiáltozással próbáltak meg még mindent a töltések vonalain. A vihar végig elköbdöste a világító eszközök lángját, s teljes sötétségben történt meg a végleges tragédia. A rókusi állomás utolsó váltójától 150 méternyire elszakadt a töltés. Nem volt mentség tovább. A 100 méteres szakadás egy órán belül kilométernyire tágult, s mélyült. Az áradat először Rókust, majd Felsővárost önti el. A terepszintnél valamivel magasabb Budai országút sem hátráltathatja sokáig a belváros és alsóváros pusztulását. A hírvivők előtte járnak az árnak. Két óra után nem sokkal egy Nagy János nevű fiatalember ront be a Városháza tanács termébe. Övig vizes, sáros. Itt tartózkodik Mikszáth Kálmán is pesti lapok tudósítóival és másokkal. Szótlanul némán hagyják el az épületet. Mikszáth a szomszédos Zsótérházba megy, ahol már 2000 menekülő zsúfolódik össze. Az író egy első emeleti ablakból nézi végig a víz betörését. Az éjbe betekintve a magasból, az ember nem ismerte fel a piszkos szörnyeket. Azt lehetett volna hinni, hogy az az út. De amikor aztán elkezdtek az úton hordók hemperegni, lábak nélküli lovak és borjuk csúszni, az ember hüledezve kiáltott föl. Az ott a víz! A tenger, amely néhány pillanat alatt megsokszorozta magát dagadásában, mely lopva jött, mint az orgyilkos, és sebesebben, mint az aggodalom. És egyszerre jött minden ponton. Nem lehetett előle kitérni se. És amint látta az ember a magasból nyitott ablakon, hogy a sötétben fehérlő házak egyre kisebbek, alacsonyabbak lesznek, kétségtelenné vált, hogy az ott alant a víz. És a házak nem csak kisebbedtek, egy-egy recsenés, egy-egy roppanás hallatszék néha. Nem jobban a rettentő viharban, mintha egy diót törnek szét, és akkor mindig végképp eltűnt valamelyik a fehérlő házikók közül, melyeknek ablakainál még talán este felé szőke gyerekarcok mosolyogtak, édesen, boldog. Mi végtelenség telt el, míg megvirradt? És minek is virradt meg? A hajnal nem találta meg többé Szegedet. Csak a romjait. Amint azok apránként egy piszkos tenger iszapjává válnak. A hajnal egy rettenetes drámáról vette le a sötét takarót. Irtóztató volt emesztelen kép. A szél még most se szűnt meg. Démoni szilajsággal vagdanta a tenger pofájához az égő gyufagyár üszkeit. Tűz fönt, víz lett. A hatalmaskodó elemek, mintha egymás szemébe kacagnának, hogy így szépen egyszerre belekötöttek ebbe a szerencsétlen városba. És egyik se akar tétlen maradni a pusztítás munkájában. Mintha kihívólag mondanák egymásnak. Nos, melyikünk hatalmasabb hát? Petresi töltésnél szilajon áttörve a gátat, ránk ehelyen szabadultak az ár hullámparipái. Égi harag múltán kisütött az égi szivárvány, szőke Tiszánk örökös békét köte Nagy Szegedünkkel. A Móra Ferenc sorait rejtő emlékmű az árvíz 125. évfordulójára került Hemmert János kitartó munkája nyomán a töltésszakadás pontos helyére. Az egykori Alföld Fiumei vasútvonal Szeged-Rókusi állomása utolsó váltójától 150 méternyire vagyunk, a 98-as vasúti őrház közelében. 1879. március 12-én éjjel fél kettőkor
itt szakadt át az állomás védőtöltésére emelt nyúlgát. A víz körülbelül olyan 100-valahány méter szélességben indult el a városra. Először a nyúlgátat szakította szét, a pulctábornoknak a tiszti karából a Steindl százados kötelet köttetett a derekára, és beleugrott a szakadásba, dobálták neki a földes zsákokat, de hát nem sok eredménnyel, és a végül őt is úgy húzták ki a kötéllel a vízből. 10 ladikkal vártam a vizet a kiskaszinó tájékán, ahol a mostani Tiszalajos körút felső szakasza a folyó felé hajlik. Meg nem lehetett mozdulni, olyan erővel zúdult ránk a víz. Egy iparos ember úszott az utca közepén hönkölygő zavaros áradatban, segítségért kiáltozott. Amennyire tudtuk, értésére adtuk, hogy kapaszkodjon valamelyik házba, de ő éppen attól menekült. Később láttuk, mennyire igaza van. Árvízben házra támaszkodni, kész halál. Azt tapasztaltam, hogy az ár első rohamaiban, az első órákban dőlt össze Szegeden a legtöbb ház, amikor a víz nem csak áztatta, de nyomta, húzta lefelé az épületeket. Amelyik ház ezt a rohamot kiállta, még estig megmaradhatott. A jobbak kitartottak másnapig. Zubovics Fedor, honvéd főhadnagy, a legendás hírű pesti mentőexpedíció vezetője emlékezik így a tragikus éjszakára. Zubovics hozza ki reggel csónakon a széképületből a kormánybiztost, aki így jut el a távíróhivatalba, hogy értesítse a katasztrófáról a kormányt. Több távirat is hírul adja Szeged pusztulását, az egyik Pálffy polgármesteré. Árvíz borítja Szegedet. Segítségüket köszönettel vesszük. Ha vízi járművekkel jönnek, Szatymaz felé vegyék útjogat, honnan csónakon érhetnek ide. Egy másik távirat tőmondatai sokat elárulnak a katasztrófa nagyságáról. A házak roskadoznak. 2:45-kor megkondult a vészharang. A hajóhídon emberek ezrei törtetnek Újszeged felé. Segélykiáltások hangjait hordja szét a szél. Sokan csak a puszta életüket menthették meg. Száraz lábbal csak a palánk 3 utcájának végén lehet járni. A víz tovább emelkedik, döglött ökröket, lovakat hurcol. A várfalakra katonák hordják föl a hidegtől megdermett, ijegységtől elalélt embereket. A zsinagóga teli vízzel, a keresztény templomok és a főgimnázium menekültekkel. Estig mindent elborít a víz. Az árvízben több mint 150-en veszítették életüket. Közülük sok embert közös sírba temettek az újszegedi temetőben. A mentést hajnalban, illetve a víz elcsendesedése után lehetett megkezdeni. A később Szegedre látogató Jókai Mór is beszámol olyan esetről, amikor a víz elől egy fára menekült polgár csak 18 óra elteltével szabadult fogságából. A helyi erőket kiegészítő vízi járművek a 3. napon érkeznek meg. A szatymazi elágazásnál a vasutasok azt mondták, hogy nem lehet tovább menni. Hát egy nagy vonat tele ifjúsággal, katonákkal, tisztiskolásokkal, meg egyetemistákkal. A bakter azt mondta, hogy nem lehet tovább menni Szegedre, mert a vasúti sínek már benne fekszenek a vízbe. Hát tényleg ez így is történt. El is mentek a víznek a szélig, ott a mozdonyvezető azt mondta, most már 1 métert se tudok tovább menni, akkor kitették a csónakokat, rátették a vízre, és a Rókusi pályaudvar irányába elkezdtek indulni a csónakokkal. A csónakos egyetemistáknak a vezetője Kosztka Tivadar volt, az a bizonyos Csontvári Kosztka Tivadar, csak akkor még Csontvárinak nem hívták. A nagy viharban a hallgatókat az 5 halmon kellett hagynom éjjelre. Magam pedig 2 legénnyel átkeltem a háborgó tengeren, és kikötöttem a vasúti indóház közelében, a nagy töltésen. A csónakot a töltésről lesodorta az árvíz, én pedig ott álltam a 2 legénnyel sokáig, ázva-fázva, s vártam a katonai pontonra. A várost és környékét sok helyen 3-4 méternél is mélyebb víz borítja. A 186 napig a városban maradó víz szintje csaknem 3 hónapig változatlan marad.
Így az áradat első rohamát kiálló házak közül is sok összedől. Végül Szeged majdnem 6000 házából mindössze 265 marad meg a víz után. A katasztrófa napjának délelőttjén megérkezik kenyérrel, eleséggel és ruhákkal az első segélyvonat Temesvárról. A Vörös Kereszt Egylet, valamint gróf Károlyi Sándor és gróf Csekonics János népkonyhái juttatják élelemhez a mindenüket elvesztett embereket. Az élni akarás a szegediek körében is megmutatkozik. A szárazon maradt Oskola és Oroszlán utcában és a Tiszaparton már másnap megnyílik a piac. Minden város életében egy-egy természeti csapás az valamilyen változást hoz, nem mindig pozitívat. Ebben az esetben elmondhatjuk nyugodtan, hogy annyira a mélypontra került ugye a nagy árvíz pillanatában, összedőltek a házai, tehát végül is szinte a város a Tisza tengerébe eltűnt. Nagyon örülhetünk a fönnmaradt épületek közül azért a barokk templomainknak, ugye gondolok a szerb templomra, vagy akár a felsővárosi templomra, tehát a templomaink megmaradtak, a felsővárosi kolostor is megmaradt, és megmaradt lényegében a belvárosnak az a polgári épület sora, amelynek jó része már kora eklektikus volt, gondoljunk csak a Klauzár térre, de ezen túlmenően pedig hát megmaradtak a klasszicista, romantikus polgárházaink is, amelyek hát azért egy kort képviseltek, és nagyon fontos elemei a városnak ma is. Március 17-én délelőtt Temesvár felől Tisza Kálmán és több kormánytag kíséretében az árvíz sújtotta városba érkezik Ferenc József. Az uralkodó előtt Pálffy Ferenc polgármester szavaival érzékeltetni akarja a tragédia súlyát. Lukács György kormánybiztos viszont igyekszik elbagatelizálni azt. Mindenünket elvesztettük, fönséges úr. Csak a hűségünk maradt meg felséged iránt. Mennyi halottjuk van? A vízbefúltak száma 24. Magam többet temettem el 47-nél, fönséges úr. Az ingatlanokban mekkora kár esett? A 6000 házból lábon áll 300. Annak a fele düledezik. Egy nappal a király látogatása után, március 18-án a Hungária szállóban, a mai akadémiai székházban Dáni főispán megnyitja a törvényhatóság víz utáni első rendkívüli közgyűlését. Városrészenként élelmezési bizottságokat alakítanak, és elhatározzák, hogy Újszegeden barakokat építenek a hajléktalanok számára. Tisza Kálmán áprilisban már jelzi, hogy királyi biztost fog kiküldeni, és felszólítja a várost, hogy dolgoztassa ki az újjáépítés tervét, nehogy az kizárólag a helyi igényeket kellően nem ismerő királyi biztos szakemberei múljon. Javaslatokban a miniszterelnöki felszólítás nélkül sem lenne hiány. Szakszerű tervezetet dolgoznak ki például az Egyesült Népkörök, de megteszi a maga javaslatait Bakai Nándor és a vele levelező Kossuth Lajos is, aki egyébként fiai, valamint Ihász Dániel ezredes adományaként 350 aranyfrankot is küld Szegedre. A vályogváros helyébe kővárost kell építenie. Mutassa meg, hogy mire képes a szegedi magyar. Nevemben pedig mondja meg, kérem, Szeged népének, hogy az, aki őt egykor a magyar nemzet büszkeségének nevezte, megvárja tőle, hogy e névre magát most is méltónak bizonyítandja. Az első feladat a víz eltávolítása. Tisza Kálmán a királylátogatásakor, majd áprilisban az országgyűlésben is ezt tartja a legfontosabbnak, és meg is bíz egy céget, hogy a Vásárhelyi vasút átszakadt töltését a hónap végéig rőzsével és cölöpökkel zárja le. A töltés koronáját pedig emeljék meg, hogy azután május végéig kiszivattyúzhassák a vizet a városból. A hatalmas 700 ezer forintba kerülő munka megrendelője azonban nem számol a természet erejével. A szádfal építőit hatalmas vihar lepi meg április 30-án. Az esetet Jókai Mór színes leírása őrzi meg az utókornak. Az egész töltés cölöpfala készen volt már. A földmunka is javában folyt. 99 verőgép dolgozott a pilóták leverésén. 140 deregje hordta három gőzössel a földet a szomszédos öt halomból. 2000 munkás dolgozott feszített erővel. Ekkor jött egy olyan vihar, mely még az árvíz éjszakáján dühöngött is felülmúlta. A 99 verőgéből nem maradt állva csak egy. Kettőt úgy keresztül dobott a szél a magas töltésen, mint egy gyermekjátékot. A
többi darabokra törte. 70 hajó a fenékre süllyedt, valamennyi tanyahajó mind elmerült, a munkások ezreit a falakról kellett megmenteni, de egy sem veszett oda. És azt az erős szőlőfalat úgy látták ingadozni a rémséges elmeostrom alatt, mint egy nádkerítést. Végre keresztül tölt rajta az ár, és újra kellett kezdeni a munkát. Az árterületről befolyó vizet csak június 5-én sikerül megállítani. Előtte egy nappal jelenik meg a hivatalos lapban, hogy ki fogja irányítani az újjáépítés munkálatait. Királyi biztosnak Tisza Lajos a miniszter testvére szemeltetett ki. Tanácsosai az ország és Szeged város bizalmát érdemlő és szakavatott férfiakból állítatnak össze. Ezek fogják a terveket, módokat és rendszabályokat megállapítani, melyek a rekonstrukció törvényeit képezik. Ezek fogják a károkat becsülni, a segélyzendőket sorozni, és a segélyt és a kisajátítást eszközölni. Ezen hatáskört nyújtja a királyi biztosnak a törvény, s abból Tisza Lajos egy hajszálnyit sem fog átengedni másnak. Mert ő Tisza, és a tiszák szeretik a hatalmat, és féltik is. Jól van. Jöjjön tehát a királyi biztos, de ne jöjjön üres kézzel. A Somogyi Könyvtár őrzi Kossuth Lajos Bakai Nándornak írt leveleit. Az elmélkedés Szeged rekonstrukciója felül utóiratában Kossuth kommentálja Tisza Lajos kinevezését is. Nem ismerem tehetségei mértékét, de nagyon jeles embernek kell lennie, hogy Magyarország miniszterelnöke nem gondolta nepotizmus oltárán égetni tömjént, ha Magyarország minden felhajházható kapacitásai közül éppen saját édes öccsét szemeli ki a nehéz feladat megoldására. Lehet, hogy igaza van. Tisza Lajos úr érezni fogja, hogy neki nagy sikert kell felmutatni, miszerint igazolva legyen, hogy érdem állította a gátra, nem nepotizmus. Tisza Lajos 1879. június 11-én érkezik Szegedre. Rezidenciájául ezt az épületet az Új Zsótérházat választják. A királyi biztos megérkezésekor a királyt idézi. Magyarország koronás királya itt, a vészhelyén, a pusztulás közepette, ihletett arccal mondotta. Hallották önök, Szeged ezután is lesz, mégpedig szebb lesz, mint volt. A város azonban még változatlanul víz alatt van. A június közepén fennálló állapotokat jól érzékelteti Jókai Mór, aki 9 részes riportsorozatot ír az árvíz sújtotta városról. Az egész városnegyedből nem látunk egyebet, mint a víz fölött úszó háztetőket. Még csodálatosan szétfacsarva, laposan elterülve, nyergesen meggörbülve, féloldalt fordulva torlódnak egymás fölé. És ahol a sekélyebb vízből már kiemelkednek félig az elsüllyedt város romemlékei, az egy olyan látvány, mely elfojtja a szót, megbénítja a gondolatot. A leszakadt háztetők alatt belátni a dűlt falak közé, némelyik még szépen ki van festve. A roskatak háztetőt fenntartotta a nagy tömör kapu. És a szobában még látni a zongorát, amire a házigazda cölöpöket feszített, hogy a plafondot feltartsa. A küláradat már el van zárva. A belül maradt víz azonban még egy tó, aminek körülete mintegy 24 ezer méter. Ennek a leapasztása a nehéz feladat. A város több helyén vannak felállítva gőzszivattyúk, mik a megrekedt vizet a töltés fölött a Tiszába átemelik. És az eredmény 4 centiméter apadás naponként. De ez a 4 centiméter egy-egy megszabadult utcát jelent. Benne a városban mutatja a tovafutó ár, hogy az emberek harca nem eredménytelen. A víz kezdi uralmát átengedni a sárnak. Kossuth szavaival élve, Szeged pusztulása példátlan mérvben rezgésbe hozza az emberiség szívének részvét húrjait. A természetbeli adományokon túl rövid időn belül 2.834.120 forint és 2 krajcár gyűlik össze,
amit részint építőanyagban, de nagyobb részt készpénzben osztanak ki a károsultak között. Az egykori búzapiacon, a mai Dugonis téren vagyunk, az egyetem központi épülete előtt, amely még a víz előtt épült főreál tanodának. Fontos főhadiszállása ez a királyi biztosság műszaki osztályának. Fontosabb talán, mint az új zsótérházbeli királyi biztosi rezidencia. A műszakiak munkáját Lechner Lajos irányítja. Ritkán esik alkalom arra, hogy egy kész lakosságú nagyobb város aránylag rövid idő alatt alapjaiból újraépítessék, tehát az építés folyamán újra is rendeztessék. Erre még az új világ sem igen mutathat példát, mert ott az új városokat mondhatni előre azért építik, hogy idegen lakókat édesgessenek beléjük. Ezért is áldom a sorsomat, hogy ilyen technikusan nézvést oly szép, de nagy felelősséggel is járó feladat megoldása jutott osztály részemre. A város beosztását illetőleg a közegészségügyi és szépészeti követelmények méltatásán kívül a legnagyobb súlyt arra kellett helyezni, hogy a kereskedelem főforgalmi pontjai egymással, a város központjával és a Tiszával lehetőleg rövid és kényelmes utakon át közlekedhessenek. A mellékutcákra inkább a régi állapot határozott, mert a szegedi nép annyira ragaszkodott tulajdonának régi helyéhez, vagy legalább annak közeli környékéhez, hogy ezt a körülményt nem lehetett tökéletesen mellőzni. Zseniális, mert annyira világos, mint egy hatalmasan kidomborodó eszme valamely képen, mely szinte magával ragadja a nézőt. A laikus szem előtt is girbe-gurba város, mintha valami sajátszerű varázslat lenne. Egyszerre szabályossá válik, redőit leveti, kiálló bordái kisimulnak, utcái kanyarodás nélkül futnak a körutaknak. És ez mind olyan egyszerű, olyan természetes, hogy az ember önkéntelenül kiált föl. No, ezt én magam is így csináltam volna meg, hiszen olyan könnyű volt. És éppen ez a Lechner dicsősége. Hogy amit ő itt kivitt, az olyan könnyűnek látszik. A Szegedre meghívott külföldi szakértők egyik tervükben az egész városnak a legmagasabb vízálláson felül 16 cm-rel való föltöltését ajánlották. Ez az eszme azonban elejtetett, mert végrehajtása a megmaradott épületek értékének nagy csökkenését eredményezte, az építést pedig a laza föltöltésen költségesebbé tette volna, nem is tekintve, hogy így feltöltéshez 9 millió forintnál is nagyobb összeg lett volna szükséges. Ehelyett a Szegedi Királyi Biztosság a külföldi szakértők másik, alternatív tervét fogadta el. A város területének mérsékelt, következetes és fokozatos föltöltését. Ma már a járda közelében vannak ezek a szintek, azért, mert közben a várost föltöltötték. Nagyon jelentőkenyen föltöltötték. Mégpedig úgy, hogy körülbelül a belterülete 16,1 millió köbméter földnek a beszállításával a város térszínét teljesen megváltoztatták. Mégpedig úgy, hogy a belvárosban akár 5 és 6 méter között emeltek, kijebb, kisebb mértékben, egyes helyeken egyáltalán nem, de arra vigyáztak, hogy a körutak és a sugárutak szintje magas legyen, hogy ott az, ha egyszer még egy árvíz következne be, ott legalábbis hosszabb ideig ne tudja elönteni, hogy a lakosság esetleg elmenekülhessen. Szeged belvárosában az udvarok szintje általában még ma is sokkal alacsonyabb, mint az utcafront. Ez az épület nincs messze a Tisza nullpontja fölött 8 méter 20 centire emelt Tisza Lajos körúttól. A feltöltés vagy annak elmaradásának nyomai szinte mindenhol fellelhetők. A városháza víz utáni újjáépítésekor is számoltak a következményekkel. A városi széképület meghagyatnék jelenlegi helyén, azonban a hátulsó rész teljes lebontásával egy második emelettel is elláttatnék, s a feltöltés következtében nagy részben úgyis pincévé süllyedt földszinti helyiségek gazdasági raktárakká lennének átalakítandók. A város a nagy árvíz után nem hagyatkozhat többé kizárólag a tiszai fővédvonalakra.
Saját védelmére egy 12 km hosszú, külső oldalán tégla, illetve kőburkolattal ellátott. A Tisza nullpontja fölött 10 méteres magasságúra emelt körtöltést építenek, de védik a várost a Tisza felől is. Ennek azonban a védelmen túl is funkciója van. Az egyik legfontosabb tényező kereskedelmi és forgalmi tekintetben a Tisza part. Ezt kell tehát első helyen célszerűen helyreállítani és berendezni, továbbá a most létező híd helyett egy állandó hidat kell építeni, a Tisza part rakparttá alakítandó, melyen középvízállásnál alul, magas vízállásnál pedig fölül burkolt utak biztosítják a part hosszában való közlekedést. A rakpart mellett kell, hogy a hajók kényelmesen kiköthessenek. A Tisza bal partján is jelentős változások történnek. Új Szegedet Szegedhez csatolják, ezzel lehetővé válik, hogy a rondellával szemben kialakult szűkületet megszüntessék, valamint megtörténjen az új szegedi töltés korabeli kifejezéssel élve bellebbezése. A város a víz előtt is szorgalmazta egy állandó közúti híd megépítését. Elkészül a Szegedi Lánchíd látványterve is, ám megvalósítására 1879 előtt nem kerül sor. Az a tény, hogy az árvíz idején felállított hajóhídon Új Szegedre jutva tízezrek menekülhetnek meg, az állandó híd ezen szerepét is kihangsúlyozza. Szegednek tengelyen való forgalma szintén tekintélyes volt eddig is. E forgalom azonban úgy Szegednek, mint kiterjedett vidékének ellátatlan kárára hónapokig szünetelt egy állandó híd hiányában. Egy állandó híd kiépítése tehát nem csak Szeged jövő fejlődésének, de az egész vidéknek kiváló érdekében van. A nemzet maga akarta naggyá tenni a várost, az Alföld fővárosát, és nagy áldozatokra is kész volt. Az 1880. évi 17. törvénycikkben a törvényhozás kimondja, hogy a Tiszán át állandó közúti vashidat épített, s a Szeged szabad királyi városnak adományozza. Régi óhaja volt ez Szegednek, de csak óhaj maradt, míg az árvízben egyébbel együtt ez is megtestesült. A törvénycikk szentesítése után annak foganatosítása végett, gyors intézkedések tétettek. A hídtervre nagyon élénk a verseny. 14-en jelennek meg 29 tervvel. Az egybehívott szakbizottság a beérkezett pályaművek között legjobbnak a párizsi Eiffel cég Feketeházi János vázlatai szerint készült négynyílású ívhíd tervét találja, és ezt különböző módosítások után elfogadásra és építésre is ajánlja. 1883. szeptember 1-én kezdődött a híd próbaterhelése, mely alkalomkor a feltételfüzet szerint minden négyzetméter hídútpálya 400 kg-mal terheltetett meg vasúti sinekkel. Szeptember 15-én a mozgó megterhelésnek, azaz egy 20 tonnás kocsinak a hídon való áthaladásával a hídpróbák véget értek. Ezek után szeptember 16-án a híd az egyház szertartásai szerint ünnepélyesen felszenteltetett, és a forgalomnak átadott. A Szegedi Napló egy későbbi híre szerint összesen 23 millió forintba kerül a rekonstrukció. A közmunkák, körtöltés, rakpart, közúti híd és középületek, például a Honvéd laktanya, a posta és a távirda épülete, a polgári törvényszék, valamint a büntető törvényszék és a csillagbörtön költségeit 10 millió forint értékben az állam állja. Szeged költségvetésének terhére végzik a város feltöltését, az utak kövezését, fásítását, a csatornák kialakítását. A város fedezi az új városháza, a színház és az új szegedi vigadó építésének költségeit is. A középületeken kívül roppant arányosan folyt a magánlakóházak építése is, úgyhogy alig 4 év alatt, vagyis 1883. év végéig, amikor a rekonstrukció a király látogatásával befejeztetett, 26 kétemeletes, 211 egyemeletes, 836 magasföldszintes lakóház, azon kívül 514 műhely, istálló, gazdasági épület, és 80 szín épült újonnan a romok helyén.
Én azt hiszem a legjobb helyen állunk, hogy bizonyítékot szerezzünk arra, hogy milyen gonddal fogalmazták meg az új épületeket is, hiszen ez a tér jó részt a nagy árvíz idején már megvolt, azonban azok a foghíjak, amelyek később keletkeztek, hozzáértéssel és nagyszerűen vannak beillesztve, ugye Szegednek ebbe a kedves terébe, és nem véletlen, hogy ma már ez a tér a magyar építészet történetben is számon tartott legszebb magyar klasszicista eklektikus terünk. A tervezett város, a mérnöki mű, ugye a sugaras gyűrűs város szerkezet a Tisza természetes vonalával, a természeti környezettel tökéletes szimbiózisban egyedülálló városépítészeti alkotás. Ilyen várost az Európában nem találunk, tehát ez a nagy árvíznek, sajnos azt kell mondani, a nagy árvíznek az eredménye, tehát, mert hogyha Lechnerék nem ilyen módon állnak hozzá, az akkori világnak nem a legmagasabb szintjén teljesítenek, tehát mint urbanisták, akkor ez a város biztos, hogy nem lett volna ilyen, és utána is ugye mennyi ideig Magyarország második városa volt. Szeged rekonstrukciója nem csak épületekben, könyvekben is mérhető. Lechner Lajos befejezve itteni működését 762 kötetet adományozott annak a könyvtárnak, amely ma Somogyi Károly nevét viseli. Az esztergomi kanonok teljes, több mint 43 ezer kötetes könyvtárát ajánlotta föl Szeged városának. Szegedre nagy nemzeti misszió vár. Szeged város tisztelt közönsége fogadja az örök adományt oly kedvesen, mint aminő hazafias készséggel én felajánlom. S e közművelődési intézmény is legyen hatásos eszköz a város birtokában, mellyel a romjaiból új életre kelő Szeged, a nemzeti haladás világító fáklyáját századokon át lobogtassa boldog, erős és virágzó falai közt. Szeged pusztulását és újjászületését egyaránt az 1879-es árvíznek köszönheti, de előtte is, utána is életének meghatározója volt és maradt a Tisza. A város őrzi a vízemlékét és azokét, akik megmentésén, később újjáépítésén fáradoztak. A ma élő szegediek nevében is köszönet érte. Mikszáth Kálmán, Kiszei Zoltán, Lechner Lajos, Székhelyi József, Tisza Lajos, Sinka Károly, Jókai Mór, Janik László, Lázár György, Gömöri Krisztián. A stúdiófelvételek a Magyar Televízió szegedi stúdiójában készültek.